Hát sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, mert hogy ez egy tök jó dolog egyébként, hogy kialakul most már lassan egy olyan mag, egy olyan kemény mag, akik jönnek a beszélgetésre, és ez tök jó ismerős arcok. Úgy jöttök be, hogy köszöntök, sziasztok lányok, mi lesz legközelebb? Ez szerintem egy nagyszerű dolog. A múltkor, mikor megkérdeztük, hogy mi legyen és ki legyen legközelebb, és aztán végül is kiderítettük, hogy Gálvölgyi János ráér, és bemondtuk, akkor az volt, hogy Tényleg nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. És aztán belegondoltunk, hogy miről tudnánk a Jánossal beszélgetni, mert hiszen már többször beszélgettünk vele. Volt vendégünk a Klubrádióban, mi is voltunk az ő vendége. Már mindenféle beszélgetős lehetőséget vendégei. És hogy nagyon... Grécsi László veszett el a Györgyöt. Igen, figyelj, mindig komolyan mondom, olyan nyelvőr, hogy az valami hihetetlen. És hogy itt egy olyan közönség van, akire meg magunkra is bátran mondhatom, hogy mi old school-ok vagyunk. És ahelyett, hogy beszélgetnénk ilyen élettörténeti dolgokról, bár azt hiszem, hogy az is majd szóba kerülhet, hogyha gondolod, rajtam nem múlik. Olyan dologról kéne beszélni, hogy itt elég sokan olvasnak. Ugye? Mi még old school vagyunk, és mi olvasunk. És a János viszont, a János ír. A Jánosnak több könyve jelent meg. Ja, és én írtam a Háború és békét. Igen, a Háború és békét, igen. Hagyjuk. De és hogy most is megjelent a végén egy ilyen kis szösszenet, ez hány oldalas ez a könyv? Nem tudom, nem számoltam. De ez egy hosszú jó Ez egy beszélgetés volt a HVG 360-on, és akkor abból lett ez a... Az a címe, hogy hivatásos rajongó, erről szól a dolog. Mert hát, a közös Györgyivel, Kazimírtól kezdve az én életemben olyan emberekről, akik meghatározóak voltak, akiket ismerhettem, és nem hazudoztam róluk, hanem azt mondtam el, amit én tudok. Egyébként ez a rajongás, ez köztetek mindenféleképpen megint csak közös, mert hogy a Györgyinek is egy csomó autogramja, egy csomó levele és egy csomó olyan emléke van, amit szerintem szintén meg lehetne írni, de a te emlékeidben mi volt az, hogy válogattál? Tehát mi volt a legfontosabb? Hát egy beszélgetés kritérium volt. Én azt az alcímet adtam neki, hogy ki ez hivatásos rajongó, avagy ki ez a hülye. Valóban, hadd mondjam el akkor nekem a rövid történetét, de nem fogok sokat beszélni, csak a kérdeznek. Én tényleg színész őrült voltam, a Csenger utcában laktunk, és a egyházzal odébb lakott, nem egyházzal, hanem egyházzal odébb lakott. Tehát így volt a zsinagóga, nem szóval a Csengeri 11-ben lakott, Tallós Endre. A nagy reményű Tallós lányoknak a papája. Most fogok mondani majd neveket, de ezt mindig el szoktam játszani. Nem tudom, hogy emlékszik-e bárki is rá. A Gábor Miklós-féle Hamletben van a Rózsinkránc és a Gildenstern. Árva János volt az egyik, Tallós Endre a másik. Tallós Endre nem volt egy, tehát most sem horkantak, hogy a Tallós Endre. De én tudtam, hogy ő a Tallós Endre, benne van a Hamletban, meg. És akkor egyszer a két gyönyörű lánya, mert akkor még gyönyörűek voltak, főleg az egyik, de nem az, akire gondolunk. Az egyik most is szép. Az egyik most is szép, a másik nem. Mindegy. Szóval a két lányával jöttek haza, nagyon szép, 5-6 évesek lehettek, és megláttam Tallós Endrét. Elővettem a matek füzetemet, és mondtam, hogy mi viszont kérek szépen egy autogramot, és akkor valamelyik kislány azt mondta, apu, ki ez a hülye? Tudik, hát nem szokták meg, hogy a papától bárki is autogramot kérjen, kivéve engem ezt a hülyét, és ez bennem megmaradt hosszú-hosszú ideig. Hát akkor hány éves voltál, aki ez a hülye? Hát én 16-17 éves lehettem én akkor, de én akkor már hát mániákus autogramgyűjtő voltam, mert a mostani Hevesi Sándor télen, tehát a most, ahol van a Magyar Színház, ott akkor volt egy gyönyörű színház, úgy hívták, hogy Magyar Színház, egy olyan gyönyörű önálló épület volt, mint a Vix Színház, vagy a Kecskeméti Katona József, amit aztán ugyancsak leromboltak, és lett ez a krematórium a helyén. És amikor lebombázták a Nemzeti Színházat a hétre, ma várom a Nemzetinen, akkor a Nemzeti Színház társulata ott játszott. Amikor a Táliát, még a régi Táliát átépítették, ott játszott a Tália. Amikor a Petőfi Sándor Színház, akkor ott játszott a Petőfi Színház. Amikor a Madár Színházat építették a 2-vel ezelőtt itt, akkor ott játszott. Ez egy olyan színház, befogadó színház volt. És akkor én minden nap 17:30-kor rendesen a autogramgyűjtő füzetemmel ott álltam, és hát jöttek az én delikvenseim, és akkor irattam alá velük. Mi a jó Isten csinál az ember ezekkel az autogramokkal? Nekem csoda volt, hogy mint a harpagon, aki számogatja a pénzét otthon, hogy hazamentem, másnap azt mondtam, Istenem, és akkor hogy nézett ki a Márkus Lászlón, volt rajta gyűrű, jaj, emlékszem az illatára, és akkor hogy milyen kabátja, hát nekem soha nem lesz, de egyszer lenne egy olyan kabátom, és jaj, és akkor hogy ment, és akkor ezek ilyen napokig el volt. Nem voltam elmebeteg, a Márkus elmebeteg,
voltam, csak még nem kezeltek. Hát most se kezelnek, szabadon jövök, megyek. Úgyhogy, de hát egy ilyen birtoklási vágyam volt, de akkor volt egy autogramgyűjtő csapat. Tehát 4-5-en voltunk, cserélgettünk, és én például rájöttem arra, hogy tudok autogramot hamisítani. Tehát én a... Ungvári László Törölcsik Marit 2 forintért úgy árultam. Aztán már nagyon sok törölcsikem volt, ami gyanúsra vált. A törölcsik már volt 26-ra. Annyi volt, amit akartam. Úgyhogy. És akkor cserélgettünk is. Úgyhogy. Ez jó. Ilyet még soha nem hallottam. És más, tehát autogram is, vagy pedig más erekék is érdekeltek? Hát ereké más, nem. Hát mihez jut? Hát egy 16-15 éves gyereke milyen erekéhez? Nem kérhettem el a balonkabátját, hogy adja nekem. Nem, az emlékeim voltak, hogy közelről láttam a bőrét, az illatát, meg hát, hogy azt a tollat, amivel én írom a borzadány matek leckében, azt ő megfogta azzal a szent kezével. Hát nekem egy színész az olyan volt, hogy én napokig. A Rutkai Otto, a Rutkai Éva testvére, akkor volt egy időben a Madárszín az igazgatója, olyan fura járása volt, aztán a Táliába össze is kerültem vele, de én a Madárszínházba vágyottam nagyon, és amikor ment a Veselény utcán ilyen gyors léptekkel, mindig elhatároztam, hogy megyek utána, egy picit beelőzöm, és a lába elé vetem magam, átölelem, hogy azonnal szerződtessen le. Ebben akkor már simán elvittek volna a mentők, de ezt nem oldott, ezt nem csináltam. Vannak meg ma ilyen rajongók? Szerintem. Nálam jelentkezett fél évvel ezelőtt egy fiú. Több ilyen kötet volt nála, amióta vagyok, létezem, össze volt ragasztva benne minden kép róla, meg minden. Mondtam, hogy én hülye, hogy megveszem, nem gondoltam, hogy a francot nem érdekel rajtam kívül, engem sem már annyira, de mondta, hogy nem adja el. Meghatódik az ember, hogy szerintem vannak biztos, hogy én a mai napig rajongok. Tehát én például, most nem nézek a falusi barjára, én például, ha nejemmel neki mondtam már egy fél évvel ezelőtt, YouTube-on nézegettem, és ment bele a Halleluja, és ültünk, és úgy bőgtük, mint a szódás lovak, és én rajongok érte, vagy én rajongani tudok a jóért, a tehetségért, és borzasztóan elkeserít, ha minősíthetetlent látok, ha rosszat látok, meg azt látom, ami körülöttünk van. Tehát a rossz kedved lesz egyébként? Igen. És mondtad az előbb, hogy mennyire fel voltak, akkor értékelve a színészeket. Tehát nem, helyükön kezelték a színészeket, mert ez egy elemelkedett valami. És az, hogy ez most már nincsen, mert nincs. Vagy a legritkább esetben van bizonyos körben, bizonyos... De megváltozott a világ. Én nálam, ugye hát nem titok, és magunk között vagyunk, ők holnap vannak a Klubrádióban, én péntekenként, és én szeretek bemutatni. Én rajongok például a fiatal kollégákért, szóval én tudom, amikor megnéztem Keresztes Tamással az Őrült Naplóját, és nekem a Darvas Iván volt és akkor azt mondtam, nem olyan, mint a Darvas Iván, mert ez egy hülyeség, meg azt mondják, nincs még egy Hofi. Hát ha lenne még egy Hofi, akkor nem volt az se. Tehát a Keresztes Tamás a mai kornak a Darvas Iván, nem. A mai kor Keresztes Tamása. Szóval én rajongani tudok úgyhogy a mai napig emberekért, és hogyha meg olyat látok, akkor én ezt napokig terjesztem. Szóval azt akartam csak mondani, behívtam ma is egy fiatal kollégát, és akkor mindig kérdezik ott, hogy ki lesz a vendéged, mert ma fölvettük a péntekit, mennyit elárulhatok ma. És akkor mondtam, hogy Szabó Zoltán. Én megismertem a Pintér Bélánál, a Jóisten megadta, hogy szerepelhetek, és megismertem olyan fiatal kollégákat, hogy a nyálam, hogy boldog vagyok tőlük, hogy együtt lehetek velük, azt se tudják, hogy vagyok. Nem, hogy én vagyok, hanem, hogy ők vannak. És semmi reményük nincs arra, hogy megtudják, hogy ők vannak, mert hol. Hát most látom, van egy nagyon jó sorozat, most ez pénzes reklám lesz, a Keresztanyú az RTL-em, amiben a Lengyel Ferivel találkoztattam, akit a Portugálban láttam együtt. És most dermedten látom, nem hívtam föl, de hát nem is, mert sokba kerülne, hogy elment Bolíviába, vagy hova bogarat enni, és ma Tony Curtis, vagy Curtis, vagy hogy hívják ezt a barmot, leöntötte trágyával. És így bekerült a Lengyel Feri az újság. Hát ez borzasztó. Miközben egy elképesztő színész. Igen. Színész, rendező, gondolkodó ember, mert mi a Keresztanyú forgatás alatt rengeteget foglalkoztunk a szerepeinkkel, de hát közben beszélgettünk, és szóval nagyon jó volt meg minden. És akkor azt látom, vagy a Anger Zsolt, amikor elment bogarat enni, te is elmentél, de mondjuk téged előtte már ismertek. De ezeket az embereket úgy ismerek meg, hogy Anger Zsolt miben játszott. Baromi a nyomozóban, nagyon jó volt. Azt mondja, ne, hát, de megevett két svábokat, emlékszem rá.
Hát ez borzasztó. Gondolj bele, hogy azt mondják, hogy meghalt a Márkus László. Istenem, szegény, meghalt, ha élne. Hát mi lenne, ha élne? Hát a tévében nem hívnák be, mert már öreg. Hova menne? Hát nem menne el a dzsungelbe. Mi lenne? Én szerintem azok, akik abban a korban éltek, akkor haltak meg, úgy haltak meg, amikor meg kellett halni, és ezt már nem kellett nekik. Ebben az egyik a könyvedben van egy nagyon érdekes és helyes fejezet, vagyis hát egy ilyen rövid pár mondat arról, hogy egy színésznek mikor jó és mikor kell meghalni, és ez nagyon, nagyon vicces. Tehát ami, hogy igen. Igen, hát főleg ugye hát a színésznek lehetőleg, tehát például a Honti Hanna Szilveszterkor halt meg, a Márkus Szilveszterkor, és akkor róla szól. De például, ezt elmondom, mert magunk között vagyunk, Peti Sándor, nem tudom, emlékeznek rá, nagyon édes, csodálatos színész, így beszél, kis szerepeket játszott, és a Kazimir nagyon szerette őt. És a Peti Sanyi meghalt, azt hiszem, júniusban. De hát nyár volt, Kazimir nyaralt. Tahitól nem merték neki megmondani, mert nagyon elneroncsák a nyarát. És jött a szeptember, és akkor új darab szereposztás, és Kazimir nézte, akkor még ilyen lappon, ki voltak írva a színház szereplői kitüntetések, mind azt mondta, legyen a izé a Peti Sanyi. És akkor dermed csend volt, mondták, hogy hát ő ne legyen, de legyen a Peti, mondta a Kazimir. Mondták, hogy ő nem is ér most rá. Nem merték megmondani, hogy már rég meghalt. Tehát, hogyha jó időben hal meg, akkor lehet róla tudni, de meghalsz nyáron, azt hiszem szeptemberben, kérd, meghalt a Géza. Igen. És milyen volt a nyárkönben? Jó volt? Szóval azért oda kell nagyon figyelni erre, úgyhogy nem mindegy. Vicces az egész könyv egyébként? Szerintem anekdotázós? Az egész nem vicces. Az egész életünk nem vicces. Szörnyű, de akkor ez csak így lehet. Igen. Hát ez nekem ugye mindig a Végvári Tamival találtuk ezt ki. Ugye annak idején, amikor még a fészekben voltak a nagy kártyapartik a Bőti László idején, és akkor valaki ott zsuga közben, ez csak lefordult a székről, és meghalt. És akkor állt mögötte három kibic, az egyik oda ment, azt mondta, na, nézzük, mit játszotta, megboldogult. Na most, ezt mi a Végvárival áttettük színházra. Meghal egy színész, azt mondja, cipő jó, nadrág jó. Mit játszotta, megboldogult, és már megy az előadás tovább. Ugyanakkor, hogy ez döbbenetes volt, én bekerültem én a Macskákba, a Madár Színházban, és abban volt egy csodálatos táncos, Nagy Zoltán. Nem tudom, ti emlékeztek rá. Szegeden együtt voltunk, fantasztikus, csodálatos volt vele. Elhatároztuk, hogy bemutatunk egy Queen musicalt, mert kiderült, hogy ő is Queen rajongó, meg én is az vagyok, és akkor mindegy. És a Zoli egyszer csak úgy meghalt. De jött a szeptember, augusztusban meghalt, jött a szeptember, és Macskák benne a Madár Színházban, ami úgy indult, hogy sötét, és akkor berohan a Mephistolész, és bejön ugyanabban a ruhában, ez egy olyan macskaruha volt, hogy tele volt ilyen égőkkel, tehát olyan gyönyörű volt, és berohant valaki, és álltam kint oldalt a sötétben, várva, hogy bemenjek, és úgy elkezdtem bőgni, mert olyan volt, mintha, de az már nem a Nagy Zoli volt, de ment tovább az előadás, vagy a kész, ennyi volt. Queen rajongó, show must go on. Igen, hát ennyi. Nem szabad nagy jelentőséget tulajdonítani magunknak. Na jó, de azért vannak felejthetetlen emberek is. A te rajongásod egyik tárgya például a Márkus. Igen. Hát például mennyire? Mert rajta van a könyvnek a címlapján is kép. Igen. De a döbbenetes a Márkusnál például nekem az volt, hogy a lányom, az Eszter lányom egy olyan 5-6 évvel ezelőtt a Vaterán megvett nekem egy Márkus levelet, amit egy 14 éves gyerek írt a Márkus Lászlónak, ifjabb Gálvölgyi János. Ez a Márkus hagyatékából, akit különben még halál előtt ki is raboltak, tehát az ékszeré eltűntek meg minden, hogy a Márkus miért tette el ezt a levelet egy 14 éves gyerektől, aki leírja, hogy úgy vágatom a hajamat, ahogy a művészbácsi vágatja, szeretnék olyan színész lenni, mondják, hogy nagyon hasonlítunk, és ezt elrakta a Márkus. A Márkussal kapcsolatom nekem nagyon hullámzó volt, ami tény, hogy a kezem között halt meg, és az volt nekem az első olyan halál például, amikor rájöttem arra, hogy ennyi az egész, ami tudtam, hogy meghalt, hát már hallottam, meg olvastam, akkor majd meghaltak sokan, Kossuth Lajos, meg nem tudom én mi. De hogy a Márkus meghalhat, az nem volt benne a pakliban, és akkor ott a kongresszusi központban nem volt, tehát ebben a szilveszterben benne, vagy még nem is voltatok akkor még, és akkor
5. december 30-án, akkor ott a Laci egyszer csak úgy fogta magát és meghalt. És akkor én lezártam magamba például egy parodista korszakot, mert a Márkus volt, akit én azóta se utánozta senki. Én annyira olyan akartam lenni, na, mint a Márkus. Mit kaptál tőle? Már milyen értelemben? Nyilván nem tárgyi dolgokat, hanem... A tárgyi dolgokat, sok mindent kaptam, a mamától kaptam nagyon sok mindent. Én a Márkustól, nekem nagyon nagy szerencsém volt, ez a rajongás nem volt azért teljesen önzetlen, mert én azért ez egy lopós pálya. Itt lehet lopni, én gondolom, én nem tudok énekelni, pláne úgy nem, hogy te, de ott is lehet lelopni dolgokat, nem? Frazírokat. Igen. Szóval én a Márkustól azt tanultam, vagy tanultam, hát frászt tanultam meg, azt akartam, hogy úgy a Márkus bejött a színpadra, akkor az úgy nagyon ott volt. Az úgy, és az min múlott? A mama, hát most majdnem a Hofit idéztem, hogy ezt lehet megtanulni? A tehetséget, azt lehet. Mindent lehet, államtitkár lehet az ember, minisztere, minden lehet, színigazgató lehet, minden lehet. Tehetséget azt nem lehet kinevezni. Hát ki lehet nevezni, csak kiderül, hogy nem az. Hofi azt mondta, hogy a mamája Nunájában dőlt el a dolog aznap éjszaka, amikor megtörtént ez a bizonyos összejövetel a papával. Ezt nem lehet megmagyarázni. Hogy a Márkusnak olyan egyénisége volt, olyan személyisége volt, hogy betöltötte a színpadot. De ugyanakkor nekem ott volt a másik, a Körmendi, akitől megtanultam mást, hogy mit nem szabad csinálni. És akkor az ember, és akkor ott volt nekem az én mesterem, és épp tegnap előtt Jutkával nejem néztük a televíziót. Van egy ilyen műsor, hogy volt. Akik olyan emberek emlékeznek vissza, olyan emberekre, akik azt se tudták, hogy éltek, de visszaemlékeznek rájuk. És a Rátonyiról volt szó. Behívták a Operettszínháznak egyik, hát tényleg nem mondok rá semmit, jelentős művészfiét és az Oswald Marikát. A fiú mondta, hogy hát nem ismertem a Robi bácsit, de hát a Robi bácsit. Én most a Bónit én játszom, ő játssza a Bónit. A Marika azt mondta, én nem ismertem a Robi bácsit, és én a kis, de engem nem lehet behívni, mert én jegelben vagyok. De hát, hogy mondjam neked, szóval nekem a Rátonyitól megtanultam azt, hogy én ma itt voltam 6 órakor. Szegény nejem megőrül, mert ha nézőként megyünk valahova, akkor is én elég lett volna ma idejönnöm fél hétre, színészként 6 óra 25-kor benne kell. A Rátonyitól megtanultam, ha 5:45-6-kor nem voltam benne a színházban, azt mondta, Janika, elkéstél? Mert ott kellett lenni 5:45-6-kor. A készenlét? Vagy a... Hogy nem zuhanunk be. De nekem volt, hát kollégámnak nem nevezném, Györgyenek. Imádom ezt a szarkasztikus humort, az annyira csodálatos. Egy elég, valamikor elég közel álló ember volt, aki 7 óra 3 perckor zuhant. Ki szóval volt az? Nem mondjuk neve. Nem is mondom ki a nevét. Gyújts a Mécsest érte, aki akar. Nem mondunk nevet, de vele történt meg különben, hogy megszokták, hogy ez a nagynevű kolléga, aki most már 3-szoros Kossuth Díjas, nem tudom mi a bánat, Mécs Károly. Hogy történhetett meg, igen. Hát majd elmesélem neked, de hát van egy-két tipp. Mindegy. Lényeg az, hogy Ráda Imre Erzsébet városi darabja ment. És megszokták, hogy a művész úr az 7 óra 5-kor, de 7-kor mindig ott lesz. Nem jött, 4:48 nem jött. Ráda Imre vendégművész volt akkor a Thália Színházban. Rádai már felöltözve, bajusz minden ült az öltözőben, várta a kezdést. Jósvai György, a színház dramaturgia bejött, azt mondta, Imre bátyám, elnézést kérek, Fix Jakab nem érkezett meg, én fogom helyette felolvasni a darabot. Azt mondta Rádai, édes fiam, azt csináltok, amit akartok, levet között és hazament. Úgyhogy ilyen is volt. De volt nekem a Madásban olyan kollégám, hogy 7 óra 5-kor zuhant be. Nem tudom, hát egyrészt, hogy én megőrülnék, hogy nem lehet parkolni, hogy odaérek, hogy nem tudom én mi. Ott ül 700-800 ember. Ez ideg. Ez nem. A tisztelet az emberek és a színház iránt? Én szerintem mindenben pontos. De én már, de ettől én még lehetek nagyon rossz színész, félreértés ne legyen. De ennek semmi köze a színészethez. Ez egy olyan minimum, hogy az ember, amikor még volt Ganzmávak, hogy bemegyek kezdésre a Ganzmávakba. Hát ez attól még... Térjünk vissza a Rátonyira, mert a Rátonyi, én a Györgyinek is mondtam, a Rátonyi szerintem elképesztően szexi pasi volt. Tehát női ilyen szemmel, értelemben nem én most, együtt öltöztem bele 20 évig, de nem. Néha stíroltam egy kicsit, de nem. Nem úgy, de női szemmel ő egy nagyon-nagyon vonzó és szexi és halál elegáns csávó volt, szerintem. Igen. Nekem nem mondta valaki.
Igen, mert aztán elvitte az ő humora, meg a lendülete, meg a minden, de hogyha csak úgy belegondoltok, hogy milyen tartása volt mindenféleképpen. Hát Robinak ugye volt egy volt az operett korszaka, de akkor nekem például nem volt annyira szexis, ugye például Bobby már mosolyál, nem, hát a Bóni nekem, ő marad, eljátszhatja azt, a bárki eljátszhatja. Nekem épp az a... Nem ugye, a Peller Karcsi játsza most? Kicsoda? Jó, igen. Alekosz, igen. Nem, amikor együtt kerültünk, ugye a Robit nagyon megsértették, őt is az Operett Színházban, és akkor ő például úgy ment a Nagymező utcában, hogy eljött, és az Operett Színház előtt átment a túloldal, és úgy ment tovább. Nagyon nagy fájdalma volt neki, ahogy a Feleki Kamil is akkor hagyta ott a Operett Színházat, amikor ott kellett hagynia, vagy amikor ott hagyatták vele, és együtt kerültünk mi át a Táliába, és akkor a Robi hagyta már lenőni, és a Robi nagyon jó drámai színész volt, hát a Szabó István Riddle ezredesében, meg minden, és egy zseniális pali volt, egy komoly gondolkodó, amit ő a színházon nem tudott, és rajongó volt. Az, hogy bennem ez megvan, biztos, hogy átragadt rám, mert a Robi volt az, aki azt mondta, hogy Békés Csabán nem voltam Janika tegnap előtt, láttam egy bombivánt, menj le Békés Csabán, mondom, Robi, én nem megyek le, menj le Békés Csabán, ne kell! És akkor rajongott Békés Csabán, nem tudom, Nokedli Gézáért, hogy ez olyan baromi jó. Érted? És úgy tudott rajongani, és ahogy én rengeteget dolgoztam vele, játszottam együtt vele, úgy vigyázott rám, hogy, és ez egy csodálatos dolog volt nekem, ő elmondta, hogy amikor ő bekerült a Moulin Rouge-ba annak idején, a táncosnak vették föl, egy problémája volt, hogy nem tudott táncolni. De nagyon kellett a pénz otthon, és akkor a Latabár Árpád, nem Kálmán bácsnak volt egy testvér, Latabár Árpád, aki meghalt, egy csodálatos ember volt. Nagy darab. Igen, pixi-mixiben. Azt mondják, én őt nem ismertem, a Kálmán bácsát, igen, a Árpádot nem ismertem. És a Robi oda ment, azt mondta, művészül, nagyon nagy, nem tudok, azt mondta, fiam, elmebeteg, de jöjjön be, majd foglalkozom magával. És a Latabár Árpád, na most lett egy olyan műsorunk a Tália Színházban, ezt el kell mondanom szabad. Az volt Jóbor, és megállt a kevés. Rátonyi megjött Amerikából, Robi nagyon jól tudta aztán a televíziót. Amerikából megjött, és azt mondta, Janika, láttam kint egy kétszemélyes sót, két ilyen buki, mint te meg én, két-három órán keresztül. Te tudsz énekelni? Hát tanultam a fésbe. Táncolni tudsz? Figyelj, hogy ne tudnék, mondtam én. Jó, fölment a Kazimírhoz, fölmentünk, azt mondta Kacsika, a Janikával lenne egy kétszemélyes show, megcsinálhatjuk. Hát a Kazimír, minden igazgató álma ez, hogy fekete körfüggöny, két muki bejön három órán keresztül, fillérekből kijön. Ez így ment három napig, aztán azt mondta Robi, hogy tehát azért énekelni fogunk egy, te tudsz énekelni, tudok, táncot. Akkor fölment, azt mondta Kazimírnak, kellene egy zongora, hogyha lenne, azt mondta, legyen egy zongora. Jött a Hadai Győző zongora. Azt mondta a negyedik nap a Robi, hogy hát ezért kellene egy ritmus a zongora, mert kellene egy dob azért, mert akkor lett egy dobosunk is, azt mondta Robi, hogy azért, hogy lenne egy bőg, még hát egy kis zenekar. Akkor már volt egy öttagú zenekarunk, és akkor jött a Robi nagy dobása, egy hét múlva azt mondta, Kacsi, hát ezért hülyén néz ki, hogy két férfi három órán keresztül, hogy lenne egy nő. Azt mondta, azért, hogy legyen, Robikám, hozzatok egy nő. Medvecki Lola. És akkor a Kazimír keze alatt kifehéredett a karfa, azt mondta, és jön a medve. Jön, megbeszéltem bele, meg mindent hoz, de nem kerül semmi bazán. Jött a Medvecki, ugye toll minden Foglerik csodálatos dolgaival, Ilona megjelent a színpadon, azt mondta, hát ez így nem, hát így oldalról bejönni, vagy középen így, ahogy én bejöttem, hát kell egy lépcső. Lett egy lépcső, megállt fönt, ilyen tűsarkú cipőben, azt mondta, hát én nem lehet lejönni, hát valakit meg kéne fogni, tehát kellene ide egy táncos, meg ide. Tehát ez egy 8-as lépcső volt, tehát akkor itt már volt 2x8, tehát egy 16 fiú. Szóval hogy teljesen földúzott csapatunkkal már ott voltunk. Na most ezt csak elmeséltem, de most jön a Robi, meg a Latabár Árpád, amivel elkezdtem a történetet. Bélavári Panni, aki Anita Bell néven volt egy fantasztikus, ő lett a mi koreográfusunk. De én hát úgy táncolom, hogy a Rátonyival táncoljak. Nekem 10 órától volt a táncpróbám a Bélavári Pannival, aki azt táncolta velem, amit majd a Rátonyival fogok táncolni. Én bementem már reggel 3-9 óra, ott voltam, és 9 órakor megjelent a Rátonyi.
Azt mondta, Janika, gyere, nézzük át a táncot. Ott próbált velem 10 előtt 10 percig, Tim kiment, és 10 órakor megjött, mintha megjött volna a táncpróbára. Tehát magyarán mondva, én megkaptam tőle azt, amit ő a Latabár Árpádtól megkapott. Szóval nekem a Rátonyi ezt jelenti. Nekem azt, hogy én itt ülök, az nekem a Rátonyi. Nekem lehet azt mondani, hogy ciki volt, ilyen volt, olyan volt, amolyan volt. Én amíg élek, ezt mindig mondani fogom. Engem már ezért letoltak, hogy miért mondok mindig ilyeneket, hogy Rátonyi, Márkus, nem tudom én mi. Mert úgy érzem, hogy akkor most megint hallja, hogy még itt van.